A többség szerint a jég és a vitorlás kapcsolata egyféleképpen képzelhető el. Az ember a nagy melegben jeges koktélt kortyolgat egy vitorlás fedélzetén, ezt Hamrák Péter hivatott száfolni, aki a múlt héten bronzérmet szerzett a jégvitorlás Európa bajnokságon, az az egészen más relációról is tud a szilárd víz és a hajó között. Én gratulálok sokak Köszön. nevében, mert hát ugye ez egy óriási magyar siker két lengyel mögött Magyar bronzérem született az Európa-bajnokságon. De pontosan mi is ez a jégvitorlás? Hát ez a vitorlázásnak egy, az a fajtája, amikor nem a víz a, a közeg, ahol a hajó megy, hanem a jég maga. Ezt, ez egy nagyon régi sport, Magyarországon talán kevésbé ismert, mivel a telek általában elég rövidek, főleg mostanában. De nemzetközileg ez egy Amerikában is, és Európában is egy elég elterjedt sport, az északi államokban főleg. Tehát ezt vagy azok űzik, akik olyan helyen laknak, hogy inkább jég van, mint víz, vagy azok, akik nem szeretik a meleget? Most akkor ön, hát ön, ön, szeretik, ön nem szereti a szeretik, jó időjárást? Szeretik. Én nagyon szeretem a jó időjárást, <laughs> sőt, tehát nyáron vitorlázom, de a téli sportok mellett ez egy nagyon, nagyon főleg a vitorlázás kiegészítéseként ez egy nagyon jó. Tudtam egyébként, hogy nyáron is vitorlázik, mert még mint hogy országos bajnok is lenne a 49-es hajóosztályban. És hogy jött ez a korcsolyázó vitorlázás, mert gyakorlatilag arról van szó, ugye korcsolya éleken siklik ez a talán nem is hajó, hanem vitorlával felszerelt szánkó. Igen, jégszánnak is szokták nevezni magát a, a, a DN-t. A DN az egy 1936 körült kitalált verziója Magának a jégvitorlásnak. A jégvitorlást már Hollandiában a középkorban használták áruszállításra, és onnan terjedt el, hogy amikor jeges körülmények voltak, akkor ilyen jellegű szállítást, és, és aztán későbbiekben sportágat ö, ö, találta ki. Maga a DN Amerikából jött, a Detroit News maga a DN feliratnak a, a névadója. Ez egy pályázat volt, illetve egy ott a válság idején, 30-as évek környékén találták ezt ki, és a Detroit News-nak az asztalos műhelyében kezdték el gyártani ezeket a szánokat, első ö, ö, alkalommal egy olyan 8-10 szánt csináltak. Észak-Amerikában nagyon elterjedt a, a jégvitorlázás, nagyon nagy szánokat is építenek. Várjon, mert én most tényleg ezt a történeti áttekintést szívesen hallgatom, viszont nem tudom, hogy mikor fogunk eljutni önhöz, tehát hogy ön, <síns> ön hogy kezdte, mert ugye a középkor az meg volt az ezt rendben. <síns> Én hát Balatonon is nagyon sok szám volt. Én a 2000 környékén kezdtem el igazából, akkor kezdtem el nagyon érdeklődni a jégvitorlázás irán, de előtte is én már ültem jégvitorlásba, na a, a Balatonföldvel is vitorlás, uh, Spartakus vitorlás vitorlázom, és ott is meg volt található több jégszám, és uh, Agárdon és a van is uh, uh, nagyon régi szánokkal kezdtem el vitorlázni. De, um, 80-as években nem nagyon volt elterjedt a külföldi nemzetközi jégvitorlás Magyarországon, akkor a rendszerváltás vége felé kezdtük el felvenni a kapcsolatot a, a külföldiekkel, és akkor kezdett újra a nemzetközi vékeringesben a magyar jégvitorlás sport bekapcsolódni. Mondom, én 2001 körül voltam, azt hiszem az első nemzetközi versenyen, egy nagyon kezdetleges hajóval, és utána egyre jobban a, a kezdtem beleszeretni ebbe a sportágba. Kezdetleges hajóval, és én azt olvastam, hogy az, hogy a mostani hajó nem kezdetleges, az a, az önre hát ráragadt két melső végtagnak köszönhető, tehát saját kezüleg gyártja ezeket a hajókat. A bizonyos részeit a hajót kifejezetten nem, magát a hajótestet, azt egy lengyel barátom csinálja, de mondjuk az árbolcot, a korcsolyákat, magát ezt a hidat, aminek két korcsolya fekszik, ezt én csinálom otthon, alapvetően a, a DNA. Hol osztály... van egy műhelye, vagy ott a konyhaasztalon? Hát régebben a konyhaasztalon, jelenlegi feleségem nagy örömére, de mostanában már van műhelyem, igen, és akkor ott készítem ezeket a tulajdonképpen kompozit anyagokból, ma is, ma, mai technikának megfelelő modern anyagokból készülnek ezek a részei a hévítolásnak. Ugye ezen a versenyen, ahogy már említettem, két lengyel végzett az első két helyen, és talán ez nem véletlen, mert a, a lengyelek hagyományosan jók ebben a sportágban, még a középkorban elsősorban a hollandok is használták kereskedésre ezt a fajta szerkezetet. És ha jól tudom, akkor például most megelőzött egy olyan embert, aki nagyon közel áll önhöz, a negyedik helyezett, akinek a nevét ön fogja jól mondani, Legyel. Mihály Burcsinszki, úgy hívják a. Burcsinszki család, én úgy hallottam, hogy óriási hatása volt az ön pályafutására, esetleg még a hajótestet is ők gyártják? Ők is csinálnak hajótestet is, meg hidat, és mondom, ez a, ez a DN osztály, ez nagyon ö, ö, kihegyezi a, a saját felkészülést, illetve magát azt, hogy nagyon sok dolgot lehet egyedül készíteni. Persze vannak gyártók, meg én is gyártok másoknak felszereléseket. De, de maga a, az osztály a saját elkészítésre kifejezetten e, így alakult ki. Maga, maga a Burcsinszki család, itt a, a, a papa Péter Burcsinszki, aki nekem egy nagyon jó barátom, és felkarolt engem a jégvitorlázás a kapcsán. Már csak a magyar-lengyel barátság, és amikor én megjelentem ott a lengyelországi versenyeken, ott nagyon szimpatizáltunk egymással, és ő 79-ben volt világbajnok, a fia a Mihály Burcsinszki, Uh, az utóbbi időben, most pontosan emlékszem, hogy melyik években, de kétszer is volt -e, a világbajnok is, a Európai is. É, úgyhogy ez a család, ez itt közben a három fiú van, mind a három fiú jégvitorlázik, vitorlázik, itt a legifjabbik a, a, Mihál, aki a negyedik helyen végzett most. Általában nem szoktam megverni, szóval hozzátartom. Azért a között, is emeltem mert, ki, mert gyakorlatilag itt most a tanítványa, mestereket igen. előzte meg. Ugye olvasom a versenyt, és egy picit talán erről is érdemes beszélni, hogy a második futammal a 12. helyen végzett, ugye hat futamot rendeznek, és ebből ötnek az eredmény az öt legjobb számított bele a végső pontszámításban. pontszámításba, ha én ezt jól értelmeztem. Az utolsó futam előtt viszont már talán ötödiknél rosszabb nem is lehetett volna. Hát ezt így nem számoltam utána. de hát én utána ilyen. számoltam, mert kis Igen, telefonáltam volna, tudtam volna, hogy kint van, de akkor még nem voltam ezzel tisztában. Igen, hát úgy van, hogy öt futam után van egy kieső futam, de igazából 16 futamra volt kiírva az euróbajnokság, és uh, um, igazából a második hely is, is uh, kilátásba lett volna. Ez a 12. hely egyébként azért esett be, mert uh, az első helyem az harmadik volt, mert ott utána egy óvás keletkezett, a korcsájámat uh, nem, nem minősítették teljesen. Egy, van egy felmérő, aki, aki megnézi. A próba. Mi volt a baj ezzel a korcsájával? Hát egy nagyon, maga a kocsjának egy, egy ék alakú éle van. És ez az ék alakú él egy bizonyos távolságtól a jégre, megváltoztathatja a formáját, lehet lekerekített és lehet hosszabban elnyújtott, hogy jobban belevágjon a hóba, tehát bizonyos kritériumnak meg kell felelnie, és nekem addig a bizonyos távolságig volt egy pici él És ami bizonyos interpretációban a szabályoknak nem biztos, hogy megfelel de ez aztán a második futam után, miután a második futamban nem a saját a mentem, én is beadtam egy óvást ennek a, a ez ellen, a, a döntés ellen, és ezt egy technikai csoport megvizsgált ezt a kérdést, és utána helyet adtak az én, én óvásomnak, tehát visszakaptam azt a harmadik helyemet, de sajnos ez a 12. ez is bemaradt, pedig ott a, a saját korcsájába megyek, valószínűleg egy jobb helyet érek el. Ja, tehát a kilátásban volt hogy... az ezüst is. De. Itt a végén legalább megtudtuk azt, hogy az alapvetően azért technikai sportág Abszolni. is, még azt szeretném a végén röviden megtudni, hogy mi a következő terv, hova lehet előrelépni esetleg. Hát amíg az ember nem első, addig mindig van előrelépési lehetőség, tehát addig mindig vannak tervek, hogy jobban, jobban gyorsabban menni. Én szeretnék a világbajnokságon is hasonló eredményeket elérni. Ugye jelenleg a világbajnokság Amerikában volt, ahol nem utaztam ki. Itt az Európa-bajnoksági dobogós helyezés után szerintem a világbajnokságon is valami ilyesmire a közelében sor fog kerülni. Hát ez jövőre lesz itt Európában a, a VB.